A nőnap alkalmából a városvezetés hagyományosan felköszönti a városi idős otthon lakóit, valamint a nyugdíjas klub tagjait. Az idős otthon nyugatlakótelepi és barátságtéri létesítményeiben Hájos Zoltán polgármester mondott ünnepi köszöntőt, Horváth Zoltán alpolgármester és hivatali vezetők kíséretében. Az első helyen a Vámbéri Alapiskola, a másikon pedig a Művészeti Alapiskola tanulói adtak rövid műsort. A Városi Nyugdíjas Klubban tartott műnapi ünnepségen Horváth Zoltán alpolgármester üdvözölte a mintegy 120 nő klubtagot, műsorral pedig a Vidékfejlesztési Szakközépiskola diákcsoportja szolgált. A városvezetés mindenütt cserepes virággal és kis édességgel kedveskedett a nőknek. Dunaszerdahelyen bemutatták Hertich György apát, a Szavak ereje című könyvét, amely a Csallóköz heti lapban megjelent írásai közül mintegy 100-at tartalmaz. A kötetet Póda Erzsébet, a heti lap főszerkesztője, és Albán József, Bősi plébános, a Remény katolikus heti lap főszerkesztő helyettese méltatta. A könyv egyfajta papi üzenet, mégpedig a hétköznapjaink számos témáját felölelve. Ugyanakkor szól múltunkról, jelenünkről és jövőnkről, valamint anyanyelvünk megőrzésének jelentőségéről. A közönség részleteket is hallhatott a könyvből. A 26. Tompa Mihály Országos Vers és Prózamondó Verseny Dunaszerdahelyi járási fordulójában 259 alap- és középiskolás diák indult. A 4 vers kategóriából 37-en, a 4 próza kategóriából pedig 38-an jutottak tovább a márciusi galántai országos elődöntőbe. Az összesen 75 továbbjutóból 22 dunaszerdahelyi iskolákból való, köztük Varga Zaránd Ágoston, Karácsony Laura, Bér László István, Patasi Boglárka, Rigó Áron, Dórák Lara Jázmin, Pálfi Vince, Hrabka Zsófia, Horváth Balázs, Gál Alexandra és Paraszti Erika. A DAC sorozatban negyedik hazai mérkőzését játszotta. A sárga-kékek Poprádiak elleni kupakudarca után 4 nappal a Fortuna Liga 23. fordulójában az Éllovas Zsolna csapata vendégeskedett a DAC arénában. A több mint 5000 néző jó meccset láthatott. A DAC 2 gólos hátrányból felállva mentett pontot. Előbb Ljubicsics szépített, majd Erik Davis 11-esből egyenlített. A hazai mérkőzések sorozata folytatódik, amelynek kicsúcsosodását az április 8-ai Szlovan elleni rangadó jelenti majd. A pozsonyiak elleni derbére már mind a 6800 belépőjegy elfogyott.